Nem is olyan rég egy interjúban Chad Stahelskit, a John Wick sorozatnak az egyik atyát, azt így mikrofon végre kapták, és hát ő elejtette, hogy készül az új Matrix film, méghozzá a Wachowski, most bajban vagyok, fivérek vagy nővéreknek a rendezésében. Wachowskiék. A Wachowskiék. De várjunk csak, ezt tisztázzuk. Srácok, ezt tisztázzuk. Tehát, hogy a Wachowski fivérekről van szó, úgy is vannak írva, mint a stáblistában, hogy a Wachowski fivérek, de ők már nők. Igen. De férfiak voltak. Igen. Akkor miért fivérek, miért nem nővérek? Valószínűleg azért, mert hülyébben hangzik. Wachowski nővérek? Miért? Hát azért, mert a nővér az az, aki gondoz, amikor bent fekszel a kórházban. Szerintem egyszerűen csak azért, mert márka név. Ja, hogy márka név. Ez te durva. Jó, ez most nagyon, ebből egy poént akartam gyártani, de te most így rövidre zártad, Pádi. Jó van. Köszönöm szépen. Na, rohadt poént. Jön a negyedik Matrix film. Wachowskiéknek a rendezésében. Yeah. Ami nem reboot, hanem egy nem is újra gondolás, hanem tovább gondolása, igen, negyedik része lesz valójában a Matrix sorozatnak. Független film lesz, ugyanabban a világban játszódik, de nem reboot, nem folytatás, nem remake, hanem a tovább gondolás, a legjobb szó. Hanem ugyanabban a világban egy másik film. Ami logikus, mert ha megnézzük, a harmadik filmnek a végén véget ért egy ciklus, tehát úgymond függetlenül, relatíve függetlenül még egy ciklus ugye, utána még következhet a sztori szerint. Na most dobtak nekünk pár nevet a Wachowskiék mellé. Azt mondják, hogy Zack Penn, a Ready Player One-nak a forgatókönyvírója írja a forgatókönyvet erre. Nem láttam még mindig a Ready Player One, de a témájában stimmel. Erre tényleg csak annyit tudnék mondani erre a névre, hogy jó boldogság, jó öröm. Mert a Ready Player One-nak a forgatókönyve nem egy hűde nagy valami. Azért azt tegyük hozzá. A Ready Player One filmet a látványvilága vitte el a hátán. Tehát annak se az üzenete, se a forgatókönyve nem akkora nagy eresztés. Igen, viszont mint eposz, mint egy felszínes eposz, nagyon szépen működött, és talán az annak köszönhető, hogy Steven Spielberg ott volt, és hozta azt a Spielberges varást belé. Na igen, az a kérdés, hogyha kicseréljük Spielberget a Wachowski fivérek nővérekre, akkor ez az elegy mivé változik? Most húzom a számat. Elég erőteljesen, hogy igazán, lehet itt bajok lesznek. Igazából az a baj, hogy ezzel, hogy most csinálunk még egy Matrix filmet, picit úgy vagyok vele, hogy minek. És abban az értelemben minek, hogy a Matrix az kifejezetten a 2000-es éveknek az eleje volt a mentalitása is, mindene. Sőt, a mentalitását és a stílusát a 2000-es éveknek, az évezred fordulónak az határozta meg. Tehát ott a stílust ő maga hozta, nem pedig a stílust másolta. Igen. Na most ennek már eleve második és harmadik részt felesleges volt csinálni, de megcsinálták. Viszont... És be kell valljam, én úgy el vagyok azzal a második és a harmadik filmmel. Igazából én is. Tehát, viszont van egy kurva jó Matrixunk. Na igen. Amit még nem láttam. Azt érdemes egyébként. Azt érdemes megnézni. Tehát az olyasmi, mint ami most kijött, ugye ez a Netflixen, ez a robotos antológia cucc. A David Finchertől. A Love, Death and Robots. Az, igen. Tehát hogy ugyanez a tematika, hogy kisfilmek egy tematikára fölhúzva animációs cuccok. De például megnézed az Animatrixot, azokban a kis részekben van annyi fölvetett kreativitás, meg érdekes gondolat, amiket, hogyha ha van benne potenciál, hogyha jobban kifejted, akkor érdekes dolgokat tudsz mesélni. És bennem van az, hogy oké, ebben lehet egy potenciál, mert rendben van, hogy ez a 2000-es éveknek a testamentuma, mondjuk így. Na, nyugodtan mondjuk ki, mert azért a Matrixban filozófiailag nagyon sok mindent kimondtak, ami hát mint testamentum már szinte a 21. század bibliájának számít. És én bennem felvetődik a kérdés, hogy ezek a dolgok hogy állják meg a helyüket, hogy idomulnak
hogy változnak meg a napjainkra. Igen. Mert a mostani generációnak, a mostani korszaknak nincs meg a Matrixa. Igen. Ha belegondolunk, a második és a harmadik rész is pontosan arról szólt, amit most az előbb már megpedzelgettél, Ádám, hogy ellent mondott az első résznek. Tehát azt mondta, hogy rendben, ez nagyon szép a lázadás, kell lázadni, és a többi, de nem tudsz mit kezdeni, mert alapvetően a rendszerrel szemben határozod meg magad. Magyarul kell a rendszer neked, nem tudsz szabadulni a rendszertől, mert az adja meg neked a célt azáltal, hogy az ellen lázadsz, az ellen ágálsz. És nagyon érdekes volt, hogy amit felépítettek az elsőben a Wachowski fivérek üzenetet, azt kritizálták a másodikban. Nagyjából hasonló volt a helyzet, mint amit mondjuk, jó, hát ironikus, hogy üzenetről beszélek Zack Snyder 300-ával kapcsolatban, de érdekes volt annak is, nagyon érdekes volt annak a folytatása, a Birodalom felemelkedése, valami olyan, az volt a neve, mert az úgymond bemutatta a görög oldalról, hogy a spártaiak milyen elvetemültek, és hogy alapvetően a demokráciát ők hogyan próbálják fenntartani, és a spártaiak sokszor ennek elég durván alávágnak a fanatizmusokkal. Tehát nagyon érdekes volt. Tehát ezek érdekes folytatások. Itt a probléma ott leledzhet, aztán kiderül, hogy itt fog-e, hogy a Wachowskiék írónak szerintem nagyon jók. Tehát nagyon érdekes történeteket tudnak írni, többségében meg is tudják azt jól írni forgatókönyvnek. Rendezőnek, ha megnézzük a Jupiter felemelkedését, viszont borzasztóan csapongóak. Azt se tudják sokszor, hogy mi a francot akarnak. Tónusban egyáltalán nem tudják egyben tartani a filmet, és sokszor már annyira elvesznek a általuk kreált világnak a vizualizálásában, a életrekeltésében, hogy sokszor elvész effektíve az üzenet. És ettől tartok, hogy itt, hogyha most ők beleülnek a rendezői székbe, és pont, hogy nem a tervezőasztal, az íróasztal mögé ülnek be forgatókönyvíróként, akkor ez fog történni. Szerintem itt az pontosan az a helyzet áll fent, mint általában a híres embereknél, amikor szabadságot kapnak. Tehát amikor beüt nálad a siker, és lényegében amit meg akarsz csinálni, az bármit megtehetsz. Ugye megcsinálták anno a Matrixot, és az egy hatalmas siker lett ugye az első film, és onnantól kezdve ők akkora név lettek, hogy jó, csináljunk Matrix 2-3-at, szerintem valahol ebben benne van az is, hogy így, tehát amikor híres leszel, lesz egy téma, ahol ezt majd újra felhozom, és ha híres leszel, akkor egy idő után az a hatalmas szabadság, ami rád szakad, elkezdi brutálisan torzítani az én képedet. És szerintem ez benne van abban, hogy ez a hatalmas szabadság, ami rájuk szabadult, ebbe elindult kifele az agyuk, és ezért kaptak egy akkora löketet, hogy jó, akkor én nem férfi vagyok, hanem nő, mert akkor megtehetem, megvan az a háttér hozzám, hogy ezt kifejezzem magamból, és ezt kirakjam. Közben egyébként ők annak, amikor befutottak, csináltak egy külön képregénykiadót, a Burlyman Comicsot, és elkezdtek képregénykiadóként tevékenykedni, csináltak még pluszban egy Rahedli sztorit a Matrixból, két vaskos kötet antológiát kiadtak, és elkezdtek különböző ismerősöket összeszedni, hogy jó, akkor most mindenféle, amit el tudsz képzelni, különböző címeket elkezdünk kiadni, például Shaolin Cowboyt a Jeff Darrow-tól, meg mit tudom én. Ez nagyon jól hangzik, ez nagyon tetszik viszont. Ez a része nagyon szép. Tehát ez pontosan egy olyan dolog volt, hogy így Icarus szárnyra kapott, és utána elérte a napot. Aha. Tehát a kiadójuk bedőlt, kijött, és megszűnt az összes címük, ez a Shaolin Cowboy ezt túlélte, ezt azt hiszem, a Dark Horse átvette, és akkor ők kezdték el kiadni. Elkezdtek ilyen filmek kijönni, mint a Jupiter felemelkedése, meg ugye utána a Felhő Atlasz, ami azért annyira nem volt rossz, olyan túl nagy cucc sem. És így elindult ugye elértük a napot, megolvad a viasz, zuhanunk lefelé. És aztán Jupiter nem felemelkedett, hanem elbukott egy csöppet. Pofára esett. Szegény Mila Kunis. Igazából pont ez a nagyon nagy félelmem nekem, illetve nem is félelmem, hanem
Én mindig picit ilyen vészmadárként funkcionálok, hogyha ilyeneket hallom. Ami miatt szeretünk mi itt téged, igen. Akkor, amikor csinálunk tizen akárhány évvel később egy Matrix filmet, azután, hogy kijött az első 99-ben, pont 20 éve. Igen. Egyébként. Most bejelentették, el fog telni nagyjából 20 év, mire a harmadik részhez képest kijön a negyedik rész. És a rohadtul öregnek érzem magam hirtelen. De nem is ez a baj, hogy rohadtul öregnek akkor érzem magam. Akkor én mit mondjak? A probléma az ott kezdődik, hogy nem az Animatrix lesz ennek az alapja, amiben rengeteg érdekes történet van. Ennek nem az lesz az alapja, hogy van egy csomó érdekes történet, amit el akarunk mesélni, hanem hogy van egy régi franchise, amit basszus, vegyünk elő, mert ez régen működött, most is fog. Mert nincs másunk. Mert nincs másunk. Wachowskiaknak nincs másuk konkrétan jelenleg a tarsajukban, mert nincs olyan filmjük, amit oda tudnak rakni a filmesipar elé, hogy igen, még mindig relevánsak vagyunk. Igazából az a baj, hogy a Wachowskiek pont azok a figurák, akik ilyen, hát ez az egynyári slágeres előadó, aki egyszer csinál egy alkotást, az nagyon befut, az nagyon sikeres lesz. A Matrixnál például ez pont összejött azzal, hogy az üzenete is jó volt, de nagyon sokszor ezeknek az üzenete nagyon félre szokott menni. A rendezői világnak a Jeff Goldblum jött. Hát gyakorlatilag, igen. Aha. Jókor voltak jó helyen. Igen. Tehát az a stílus, az a hangulat, amit ott letoltak, az nagyon, nagyon a 90-es évek sajátja. Ugyanez, tehát hogyha megnézed a mostani filmjeiket, és ha mondjuk azokat a filmeket megcsinálták volna a 90-es években, valószínű nem lettek volna ekkor az anyák, mert akkoriban még azért jobban benyelte az ember gyomra az ilyesmit. De egyébként, ha csak azt veszed, kijött mostanság, hát mostanság évek viszonylatában egy új Mad Max, kijött a Szárnyas fejvadásznak a folytatása. Egy csomó olyan, amit így rég elengedtünk, Jurassic Parknak folytatás, amit nem értem, hogy minek neki, tehát hogy miért nem lehetett ezt felfuttatni egy másik franchise neve alatt. Mert akkor már nem lett volna ekkora nézettsége. Tehát hogy az a baj, hogy ráaggatunk egy nevet valamire, ami egyébként nem az. Tehát csinálhatunk Matrix filmet, csak akkor az legyen Matrix film. De ez most nem az lesz, ez 100%-os, megmondom neked, hogy nem az lesz. Ugyanúgy, ahogy a Szárnyas fejvadász sem volt Szárnyas fejvadász. Én tudom, hogy nagyon sokan szeretik azt a filmet, nagyon sokan nem, de az nem Szárnyas fejvadász. Az egyszer volt neki egy eleje, egy közepe, egy vége, le lett zárva, kész. Nem kell neki folytatást. Csináltunk neki egy folytatást, amit egyébként megcsinálhattunk volna úgy, hogy nem aggatjuk rá a nevet. Még ugyanabban a világban is játszódhatna. Igen. Ha nem lenne ugyanaz a címe. Filmesiparnak a tevékenysége azért rohadtul aggasztó, mert nagyon durván kezdenek kiveszni az eredeti filmek. Hmm. Tehát öt részre föl tudod osztani a jelenlegi filmes produktumokat. Remake, reboot, adaptáció. A remake és a reboot között a különbség az, hogy... Ahogy a remake az, hogy megcsinálod ugyanazt a filmet még egyszer, igen. Most. Igen. Más színészekkel, más, mint mondjuk Total Recall. A rebootban a koncepciót változtatod. A rebootban az a lényeg, hogy igen, tehát a reboot igen, az, igen, hogy máshogy próbálod elmesélni. Jó, mert sokszor nekem már ködös a kettő között. Remake, aha. Reboot, adaptáció, folytatás, vagy pedig franchise film. Uh-huh. Franchise film értsd, amikor a médiumnak nincsen semmi köze a filmekhez, de egy olyan ismert termék, produktum, aminek a filmesek arra számítanak, hogy majd a neve eladja. Lásd Battleship. Mire gondoltak, hogy volt ez a nagyon szép fasz a játék, a Torpedo. Mi lenne, hogy ebből csinálnak filmet? És ami nem ebbe az ötbe tartozik, amögött a producerek nem éreznek annyi magabiztosságot, hogy azt mondják, hogy emögé odállunk és adunk pénzt. Azok a filmek, amelyek eredetik és kreatívak, mennek sorozatként a Netflixre, vagy a kisfilmes cégekhez, és a producereik
azok a vagy független filmesekhez és a producereik maguk általában a színészek szoktak lenni, mint például Tommy Lee Jones a Holmesmannél. Mm-hmm. Igen. Tehát azért mondom, hogy most negyedik Matrix filmet csinálni, így, hogy tudjuk, hogy van ez az öt kategóriánk, melyik lesz az ötből? Tehát, hogy döntsük el, hogy melyik lesz. Nagyon nehéz ebbe. Szerintem a Wachowskiék ki akarnak találni egy hatodik formulát. Én van egy ilyen érzésem, hogy... franchise-ba beleillik, mert lényegében arra támaszkodnak, hogy a cím majd eladja a dolgot. Igen, csak nem tud, az a helyzet, hogy most kitalálunk egy hatodikat, az emberek már nem fogják tudni hova tenni az egészet. Mert már mert Matrix, de nem is Matrix. Arról szól, de nem arról szól. Utalva vannak a korábbi dolgokra, de nem is, nincsenek valójában, mert nincs valójában közük, mert nem ugyanaz a főszereplő sem. Igen, főleg főszereplő Michael B. Jordan, aki nem mondom, hogy egy rossz választás. A helyzet az, hogy a Matrixban, és itt is ezért egy komoly koncepcióváltoztatásnak kell végbe menni ahhoz, hogy Michael B. Jordan jól tudja, jól legyen ebben a szerepben, hogy ugye Keanu Reeves nem teljesen más kaliberű színész, mint Michael B. Jordan. Michael B. Jordan nagyon mély és összetett karaktereket tud hozni, mert ő ebből a szempontból kifejezetten jobb színész, mint Keanu Reeves. Keanu Reeves akció színész többségében, és azt a karaktert Neo-t úgy is hozta. Azt az a Keanu Reeves-ességével gyakorlatilag. Michael B. Jordanhez kell írni egy mély, összetett karaktert. Na most ezzel az utóbbi időszakban a Wachowskiék igencsak hadilábon állnak. Az a poén egyébként, hogy az első Matrix filmet először nem a Keanu Reeves-et, nem a Keanu Reeves-t keresték meg, hogy legyen a főszereplő, és ez csatolódik egy kicsit a Michael B. Jordanhez, hanem a Will Smith-t. De durva! Akkor lehet, hogy most azt akarják megcsinálni, amit annak idején annó Neo szerepére Will Smith-t akarták fölkérni, csak aztán Will Smith azt mondta, hogy hát nem, inkább elmegyek, leforgatom a Vadi új vadnyugatot. Hát nem éppen a legjobb választás volt. Sajnos nem. De a legjobb választás volt, mert így megkaptuk Keanu Reeves-t Neo-ként. Igen. Köszönjük szépen Will Smith. Egyébként szerintem a Vadi új vadnyugat sem egy annyira nagyon rossz film, de a középszerűből nem emelkedik ki, ez 100%. De az a baj, hogy most Wachowskiék ki akarhatnak találni egy hatodik típust, csak ez nem fog menni, tehát vagy remake lesz, vagy reboot lesz, vagy franchise film. És lehet válogatni, mert az a baj, hogy ahhoz, hogy ma összetudj rakni egy hatodik kategóriát, ami utána majd vinni fogja az elkövetkezendő éveknek a filmes felhozatalát, ahhoz valaki olyannak kell lenned, aki ezt meg is tudja csinálni. Uh-huh. És a Wachowskiék bebizonyították többször, hogy ez nekik már nem megy. Igen. Tehát ők tipikusan egyszer nagyon befutottak ezzel, hogy Matrix, ez működött nekik, utána minden más, amit csináltak, az elindult lefele. Mert nem volt annyi töltet benne. Bennük egy sztori volt, és annyi. Azon kívül mást nem nagyon tudtak összehozni. Nem mondom, hogy így visszafojtott lélegzettel várjuk az egészet, mert azért ez egy eléggé ijesztő tendenciát vetít előre, de minden esetre, hát, hogyha sikerült eldönteniük, hogy akkor hogyan tüntessék fel a nevüket, hogy Wachowski fivérek vagy nővérek, akkor remélem azért arra is jut majd idejük, hogy eldöntsék, hogy mi a francot akarnak valójában csinálni ezzel az egésszel.